Abszolút biztos vagyok benne, hogy önök sok biológiát tanultak, és azt is tudják, hogy a sejt az élet legkisebb szerveződési és funkcionális egysége. Azt szokták írni a tankönyvek, hogy élet csak ott van, ahol élő sejtek vannak, ahol nincsenek élő sejtek, ott nincs is élet. Ha mostan belekukkantanánk egy sejtbe, akkor azt veszük észre, hogy a sejtmag belsejében, a sejtmag mélyén ülnek azok a DNS molekulák, amelyek meghatározzák öröklődő tulajdonságainkat. Azt is mindenki tudja, hiszen már általános iskolában is tanítják, hogy azok a DNS molekulák messenger RNA-seket kódolnak, ezeknek a DNS molekuláknak a megfelelő szakaszai a génnek azok, amelyek valamilyen fehérjeféleség funkcióját kódolják. Ezek a fehérjeféleségek a citoplazmában képződnek, itt élik az életüket, és tulajdonképpen a fehérje molekulák azok, amelyek a kulimunkát a sejtjeinkben elvégzik. A fehérje molekulák azok, amelyektől a sejtjeink arculatokat kapják, amelytől mi magunk is kapjuk az arculatunkat. Ha belekukkadnunk egy ember más sejtjébe, akkor abban körülbelül tízezer különféle fehérje féleség van. Ez a tízezer, ez hallatlanul sok, és hogyha ennek a tízezernek valamelyikét szeretnénk a sejten belül meglátni, akkor az bizony nem kis feladat. A kérdés csak az, hogy miért is szeretnénk meglátni azt, hogy milyen fehérje féleség egy sejten belül hol van, Megtudni azt, hogy mennyi van ebből a fehérjeféleségből a sejt életének melyik szakaszában, a sejten belül ezek a fehérje molekulák hol vannak, stb. stb. Ezek azok a kérdések, amelyeket a kutatók szeretnének réges-régóta megérteni. Egyszerűen csak azért, mert hogyha ezeknek a fehérje molekuláknak valamelyike hiányzik, rossz helyen van, több van belőle, mint kellene, akkor a sejteink rosszul érzik magukat, és nem csak a sejteink, hanem mi is. Nagyon sok olyan betegség van, amelynek az alapja nem más, mint hogy valamilyen fehérje molekulának a szerkezete, a funkciója, a helye, koncentrációja a normális sejtekhez képest eltérő. Magyarán szólva, azt szeretném megtudni, hogy miként lehet valamely fehérje féleséget a sejteken belül észrevenni. Erre különféle technikák léteznek. A legegyszerűbb, a legrégebben használatos az, amikor ellenanyagokat használtunk fehérje molekula kimutatására. Ennek az egésznek a lényege hallatlanul egyszerű. Vegyünk egy olyan fehérje féleséget, amelyek, amelyre kíváncsiak vagyunk, amelyel kapcsolatban kérdéseket fogalmaztunk, meg olyanokat, mint amelyek az előbb felsoroltam. És akkor vegyünk egy olyan ellenanyagot, amely ezzel a fehérje félességgel képes reagálni, és csak azzal a fehérje félességgel egyik másikkal sem. Ezt a fehérje féleséget, amely természetesen az immunrendszernek a terméke, úgy hívjuk, hogy elsődleges ellenanyag, és szerencsénkre, ha jól választottunk, akkor egy ilyen fehérje molekula félesség nem csak egy ellenanyag molekulával reagál, hanem többel is. A bökkenő csak az, hogy ezt a komplexet, tehát a fehérje, antigén, ha valakinek ez így jobban tetszik, meg az ellenanyagok, ezt nem lehet látni. Van egy másik probléma is, hogy tudnék, ennek a koncentrációja olyan kicsi néha, hogy észre lehet venni, még akkor is, hogyha az elsődleges ellenanyagot valahogyan láthatóvá tudnánk tenni. Elő szoktak venni ilyenkor egy másodlagos ellenanyagot, amelyiket még valamivel meg is jelölnek. És akkor az történik, hogy a vizsgálandó fehérje molekula reagál az elsőleges ellenanyaggal, a másodlagos ellenanyag reagál az elsőleges ellenanyaggal, és akkor kialakul egy olyan fajta szerkezet, amit úgy ismerünk, hogy a szendvics szerkezet, és minthogy a másodlagos ellenanyag meg van jelölve, ezért ennek a jelölésnek a nyomait észre lehet venni. És tessenek csak megnézni, hogy milyen zseniális ez a megoldás. A jelölés mindig ott lesz annak a közelében, ahol ez a bizonyos fehérje molekula féleség van. És van még valami, minthogy egy elsődleges ellenanyag sok másodlagosan reagál, és minthogy egy másodlagosan több jelölés is lehet, ezért egy erősítő folyamatnak vagyunk a tanuljai, és az az erősítő folyamat azt eredményezi, hogy végül is egy olyan jel képződik, amit észre lehet venni. Még azt együtt gyorsan hozzá, hogy az elsődleges ellenanyagot szokták termelni egérben, nyusziban, patkányban, valamilyen kis jószágban. A másodlagosat, amelyek specifikusan ismeri fel az elsődlegeset, ezt pedig valamilyen nagyobb jószágban szokás termelni, birkában, kecskében, szamárban, lóban, szarvasmarhában, stb. stb. Ez a technika kitűnően működik, mutatok egy példát, ez egy vese tumor készült, ezzel a technikával, amit az előbb bemutattam, és tessenek megnézni, hogy a könnyű csodakönnyű észrevenni, meg az évsejteket is. Az évsejtekben van egy olyan fehérje féleség, amelyet könnyen ki lehet mutatni, míg a tumorsejtekből lesz hiányzik. Magyarán szólva, hogyha valakinek valamilyen daganatjából gyűjtenek egy mintát, abból készítenek egy meccetet, és ezzel az ellenanyaggal, ezzel az immun módszerrel megvizsgálják, akkor könnyű elmondani, hogy vannak ott daganas sejtek, vagy nincsenek. Ezt a technikát ma is széles körben használják, ellenben egyrészt munkaigényes, másrészt nem minden fehérje ellen lehet elsőleges ellenanyagot termelni. Van egy hihetetlenül nagy hátránya, hogy tudnélik azok a sejteket, amelyet ezzel a módszerrel vizsgálunk, ezek már nem valahogyan fixáltuk a vizsgálat céljából. Ugye mennyivel fantasztikusabb lenne, hogyha élő sejteket tudnánk vizsgálni? Ugye mennyivel érdekesebb lenne, hogyha egy sejtet akkor tudnánk megfigyelni, miközben éli az életét? Na hát e felé a cél felé haladunk, és az a bizonyos Nobel-díj történet, amelyikről ma fogunk beszélni, az pontosan ezt a célt valósította meg. Egy másik megoldás, amely nem túl régi, az a riporter gének használatán alapul. Kedves hallgatóim, mostanában a riportregénekről génekről és az ő haszukról fogunk beszélni. Mielőtt azonban a dolognak a velejéhez térnénk, hadd mondjam el, hogy egy gén egy DNS-nek egy abszolút jól definiált szakasza. Azt szoktuk mondani, hogy az öröklődő funkció, egysége a gén. A, a DNS-nek egy olyan jól definiált szakasza, amely valamilyen fehérje képződését kódolja, messenger ellenes molekulákon keresztül természetesen. Ha most azt nézzük meg, hogy egy génen belül milyen fajta szakaszok fedezhetők fel, akkor az derül ki, hogy van neki egy olyan része, ami átíródik, ezt szokták nevezni a gén strukturális részének is, ez az az átér szakasz, amely alapján messenger ellenes molekulák képződnek. A génnek van egy másik szakasza, amit úgy hívunk, hogy promóter. Ez az a promóter, amelyhez különféle fehérje molekulák kapcsolódva szabályozzák a gén működését. Ezek azok a fehérje molekulák, amelyek meghatározzák, hogy a gén kapcsoljon be, vagy ne kapcsoljon be. Ezek azok a fehérje molekula féleségek, transzkripciós faktornak is szoktuk őket nevezni, amelyek megmondják, hogy mely sejt típusban, a sejt életének melyik szakaszában, milyen intenzitással kapcsoljon be ez a bizonyos gén, annak is még egyszer ez az átír szakasza. Ha ezt tudjuk, hogy a promóter az, amely megszabja a gén működését, akkor könnyen meg tudjuk azt tenni, tessen csak nézni, hogy ennek a génnek, amelyikre kíváncsiak vagyunk, Szeretnénk tudni, hogy mely sejtípusban, az egyenfejlődés mely szakaszában, milyen intenzitással expresszálódik, akkor tegyük meg azt, hogy vegyük ennek a génnek a promóterét, semmi mást, ezt a DNS szakaszt, és a rekombináns DNS technológiával varjuk hozzá azt a DNS szakaszt, amelyet most úgy fogunk hívni, hogy reporter DNS, amely alapján messenger rna is egy olyan fehérje molekula féleseg képződik, amelyet észre lehet venni. Mint hogy ezt a hallgatóim nehezen szokták venni ezt a gondolatmenetet, ezért egy kicsit ezt körül fogunk még toporogni. Tessenek csak megnézni. Az érdekel bennünket, hogy ez a gén hol, hogyan, mikor expresszálódik, milyen intenzitással, és ezt a kérdést úgy válaszoljuk meg, hogy kölcsön a génnek a promóterét, hozzáragasztunk egy olyan DNS szakaszt, amely valamilyen látható fehérjeféleség képződését kódolja, és akkor tulajdonképpen méltóztassanak észrevenni, hogy ennek az úgynevezett reporter DNS-nek a kifejeződésre az pontosan olyan, mint ezé a géné. Miért? Mert hogy ugyanaz a promóter szabályozza. Ha tehát fogok egy sejtet, és beleteszem ezt a riportergént valahogyan, és meglátom, hogy ez a fehérje ott van vagy nincs, hogy mennyi van belőle, hogy az egyetfejlődés melyik szakaszában, akkor tulajdonképpen semmi más nem csináltam, hanem csak azt, hogy ezt a riportergént segítségül hívva sok mindent meg tudtam tanulni ennek a génnek a funkcióját. Ki gondolja azt, hogy jé, hát ez egy zseniális megoldás. Ki gondolja azt, hogy nem, nem, ez egy ostobaság. Ki gondolja azt, hogy kit érdekel? Ha iszik, ha nem, ez egy forradalmi újítás volt a sejtbiológiában. De bárki mondhatja, hogy hát igen, ez szép, tudunk sok mindent mondani a riporter gén alapján, ennek a génnek a tanulmányozásáról, de nem tudjuk például azt megmondani, hogy a kódolt fehérje az a sejtek melyik részében lesz, bennmarad a sejtben, vagy kibegy a sejtből. Nos, hát ezt a feladatot megoldandó, készültek később azok a kicsit bonyolultabb gének, amelyeknek a lényege a következő. Miért tudsz észrevenni, hogy vesszük megint a promótert, ennek a gének a promóterét, fölnyitjuk ezt a DNS-t valahol itt, és ide beillesztünk egy riporter DNS szakaszt, úgyhogy hogy mostan ez a gén, ez a riporter gén semmi más nem fog csinálni, hanem csak egy olyan kimér a fehérje képződését kódolja, amely kimér a ez a része a lilával jelölt, az ugyanaz, mint ez, de ide van téve még valami kis nyomjelző lövedék, amelynek a segítségével meg lehet mondani, hogy ez a fehérje hol van. Ez a riportergén az előzőtől csak annyiban komplikáltabb, hogy vettük ezt a DNS darabot, fölnyitottuk, beleékeltük ezt a riporter DNS darabkát, utána hozzávartuk, és aztán ez a riporter gén ugyanazt a fehérjé kódolja, mint az, csak ez a fehérje valami kis jelöléssel láthatóvá van téve. Most ismét megkérdezem, hogy ki gondolja azt, hogy ez egy zseniális megoldás. Ez egy hihetetlenül jó megoldás. Az, hogy kit nem érdekel, az már nem is érdekes. Na most akkor, ha már elkészítettük ezt a bizonyos DNS-t, ezt vagy ezt, akkor két megoldás lehetséges. Az első megoldás gyors, egyszerű, olcsó, az az, hogy nyissuk fel ezeket a sejteket, valahogyan szuszakoljuk belé ezt a bizonyos reporter DNS-t, mármint a reporter gént, ezt vagy ezt, és nézzük meg, hogy mi történik. Azonnal látni fogjuk, hogy képződik róla riporter fehérje vagy sem. Ez az egyszerű, gyors, olcsó megoldás, hogyha valaki egy sorozatot akar gyorsan végigpásztázni valamilyen DNS darabkákkal, akkor ezt szoktuk csinálni. Azt a folyamatot, amely során a sejteket fölnyitjuk, és DNS molekulákat passzírozunk belőjük, azt úgy hívjuk, hogy transfekció. A transfekció tehát nem más, valamilyen DNS juttatása eukarióta sejtekbe. Szeretném fölhívni a figyelmüket, hogy ez rövid ó, és nem hosszú. A másik megoldás az sokkal nehezebb, de borzasztó elegáns. Tegyük meg azt, hogy most vegyük ugyanezt a DNS konstruktot, amit mi raktunk össze egy kis valamilyen képcsőben, vagy vegyük ezt a hosszabbat, ahol fölnyitottuk a gént, beletettük azt a bizonyos reporter DNS-t, és aztán ezt az egész konstruktot, illesszük be valamelyik sejt kromoszómájába. Ez itt a kromoszómális DNS jelenti, ez a kromoszómális DNS jelenti. Tulajdonképpen ilyenkor az ember semmi más nem csinál, hanem csak azt, hogy fog valamilyen hosszú DNS darabkát, és akkor ennek a DNS-nek a részévé teszi a riportergént, vagy ezt az egyszerűbbet, vagy ezt a komplikáltabbat. És ettől a pillanattól kezdve most már nem riportergénről beszélünk, hanem riporter transgénekről beszélünk. Transgén azért, mert hogy gén, hiszen van neki egy szabályozó része, van neki egy strukturális része. Trans azért, mert hogy ebbe a DNS-be, amiről itt beszélünk, valahonnan máshonnan jött. A transgének tehát olyan DNS szakaszok, amelynek része egy vagy több gén, amelyeket molekuláris biológiai technikákkal izoláltak, vagy akár csak részben géppel szintetizálták, és a kromoszóma DNS-be építették be. Magyarán szólva, ha már valakinek van ilyenfajta DNS mintája, akkor az a két dolgot csinálhat, transzfekció, transziens expresszió, gyors vizsgálat, vagy pedig beszuszakolja valahogyan kromoszómális DNS-be, ettől a pillanattól kezdve transzgénként ennek a DNS-nek a része, és akárhány generáción át megmarad a DNS-ben, és bármikor elővehető, használható, vizsgálható. Ha mostan egy transzgénnek a szerkezetét vizsgáljuk meg, akkor benne van az a promóter, amiről az előbb beszéltünk, benne van az a riporter DNS, aminek korábban két típusát említettük, ezt vagy ezt, kell, hogy legyen rajta valami marker szekvencia, amelyik alapján észre lehet venni egy élő lényen, vagy egy sejten, hogy benne van az a bizonyos transgén, és ahhoz, hogy részévé tudjuk tenni ennek a kroboszómának, a DNS-ének, kell hozzá úgynevezett fordítva ismétlődő repetitív szekvencia, amelyet meg a genetikailag mobilis elemeknek a végéről vettünk kölcsön. Ezek az úgynevezett inverted repeatek -re ek teszik lehetővé azt, hogy egy enzimnek a jelenlétében, amit mellesleg transzpozáznak hívunk, ez a DNS molekula véletlenszerűen akárhol beékelődhet ebbe a DNS-be, és attól kezdve ez él és virul, és megy tovább. Azt tetszene talán tudni, hogy én az életemnek de részét azzal töltöttem el, hogy muslicákon végeztünk molekuláris genetikai, biológiai vizsgálatokat. Szakmájban készítettük a muslica transzgéneket, a következő nagyon egyszerű séma szerint. Veszünk olyan muslica lányokat és fiúkat, akiknek a szeme fehér, ettől a nősténytől származnak a peték, aztán az utódok is, és minthogy az anyjuk és az apjuk is fehérszemű volt, nyilván ők is fehér szeműek lesznek. Ezt a bizonyos dn t amiből transgént akarunk gyártani, azt beinjektáljuk ide a petének a hátsó végébe, ott, ahol az ősivar sejtek képződnek, és hogyha elég ügyesek vagyunk, akkor ez a beinjektált DNS darabka részvé válik a kromoszómának, és minthogy ez a marker szekvencia azt mondja, hogy legyen a szeme a muslicának piros, ezért ebből az ősi varsejtből piros szemű musicák fognak származni. Magyarán szólva, a technika az égtenül egyszerű, ezt a fajta DNS-t, rekombinás DNS-t összerakjuk, aztán beinjektáljuk musica embrióknak ide a hátsó végébe, és aztán majd az ő utódjai között keresünk piros szeműeket, ha lesznek ilyennek, akkor azok riporter transzgént hordoznak. Egy példával is illusztrálom a mondandómat. Ez a konstrukt az a következőben rakott, rakatott össze, Villányi Zoli volt munkatársomnak a munkája. A riporter DNS az nem más, mint a közönséges Bél baktériumnak a lagzé nevű génje, amely a beta galaktozidáz nevű enzimer kódolja. Ezt a DNS szakaszt a baktériumtól vettük kölcsön, és még egyszer úgy hívjuk, hogy lagzé, a béta galaktozidás kódolja. Szeretném, hogyha mindenki velem dolgozna. Ön is. Oda tettük elé annak a gének a promóterét, amelyiket vizsgáltuk. Egész pontosan azt akartuk földelíteni, hogy a promóteren hol vannak azok a fehérje kötő helyek amelyek a génnek a kifejeződését szabályozzák. És oda tettük ezt a marker szekvenciát, ami nem más, mint hogy legyen a busiszárnak a szeme piros, és a végére oda ezt az inverted repeat-et, beinjektáltuk, szedtük a transgéneket, és ezeket megvizsgáltuk. A vizsgálat eredménye vázatosan a következő. Ha ez a DNS, az a promóter, az teljes hosszúságú, akkor a moslicának az a génje, amit úgy hívunk, hogy ketel, és ami az importin-beta nevű fehérjét kódolja. Ez az importin-beta azt teszi, hogy a citoplazmából a sejtmagba visz fehérje molekulákat. És hogyha megnézzük, hogy ez a gén, ez a reporter gén, még egyszer mutatom, amit az a kóliból izolált beta-galatozidázzal mutatunk ki, ez hol működik, akkor lehet látni, hogy ilyenfajta mintázatot mutat. Ehhez csak azt kell még tudni, hogy ezek az embriók is fixáltak, tehát rögzítettek, és teszünk hozzá egy olyan festéket, ami normálisan szintelen, de hogyha ott van a béta galaktozidász, hogyha ott van a béta akkor egy kék termék képződik, és ezt a kék terméket írtó könnyű észrevenni. Aztán elkezdtük ezt a promótert csonkolni, levágtuk ezt a végét, levágtuk ezt a végét, aztán levágtuk ezt a végét is, meg ezt is, meg ezt is, meg ezt is, meg indukáltunk benne egy pontmutációt itt, és hogyha megnézzük, hogy hogyan és mint is változott a riportel génnek a kifejeződése, akkor tetszenek látni, hogy egy abszolút érdekes mintázat alakul ki. Ez volt az a kísérlet, amely során meg tudtuk mondani, azt eredményezik, hogy az a gény úgy fejeződjön ki, ahogy kell. Bárki megkérdezhetné, hogy persze ez buslica, miért hozom be egy orvoshegyet hallgatóinak a tanterembe. A válasz az hihetetlenül egyszerű. Azok a fajta szekvenciák, amelyek a mi génjeink kifejeződését szabályozzák, azok is vannak valahol, és hogy ezek micsodák és hogy működnek, azokat is valahogyan fel kell térképezni. A feltérképezésnek a módszere az ez. A génterápiának ez az alapja. A génterápia pedig nem más, mint öröklődő genetikai betegségek gyógyítása DNS molekulákkal. Ilyenfajta reporterek mint a beta galaktozidázis volt, sokan vannak, ezek közül mostan egyet fogok bemutatni, ez nem más, mint egy lúdfűnek egy csiranövénykéje, amelyiket lelocsoltak Luciferinnel, és a Luciferáz nevű riporter gén egy ilyenfajta mintázatban fejeződött ki benne, ami annyit jelent, hogy ezek azok a sejtek a növénykén belül, ahol valamiféle biokémiai folyamat nagy sebességgel megy. Hogy tudjuk, hogy mi ez a luciferin luciferáz, ezért megmutatom önöknek, hogy a Szent János bogarunk azért világít, mert van benne luciferáz, és a luciferáz működésének egy mellékterméke, ez a bizonyos fény, van neki egy távoli rokona, amit Egyesült Államokban Fireflies-nak neveznek, és hogy ezt valaki, ha még nem látta, akkor ezen a kis filmecskén megszemlélheti. Ez a légy, az tulajdonképpen Majdnem ugyanazt csinálja, mint a mi Szent János bogarunk. A luciferáz eredményezi azt, hogy fölföld villan ez a kis apró jószág. Azt is pontosan lehet tudni, hogy a villanásaival mit jelez. És tulajdonképpen a kutatók semmi más nem csináltak, mint hogy ennek a légynek a DNS-éből kivették azt a gént, ami a luciferáz enzimet kódolja, és akkor ezt a luciferáz használják riportergénként. A luciferin egy olyan fajta molekula, amit itten tetszenek látni, ATP jelenlétében lesz belőle egy luciferi adenilát nevű valami, ami hogyha oxigént is kap, meg ott van luciferáz, akkor tovább bomlik, és lesz belőle fény, és ez a fény 560 nanométeren látható, ennek a hatékonysága hihetetlenül jó, a közönséges ízójét messze-messze meghaladó hatékonysággal alakítja át, azt a bizonyos atp amit itt tetszenek látni, fényenergiává. A helyzet az, hogy mindazok, amiket idáig bemutattam, azok tulajdonképpen működnek, de komplikáltak. A legnagyobb baj az, hogy azok a sejtek gyakran nem élnek. Egy második baj az, hogy ahhoz, hogy például ezt a rendszert tudjuk használni, ehhez szükség van luciferinre, ami egy hétenlenül drága portéka ráadásul, sokkal egyszerűbb lenne, hogyha azokat a riporter géneket valahogyan ki lehetne világítani. Kedves hallgatóim, most ez a kivilágítás története kezdődik. Az egésznek a végeredménye a 2008-as kémiai nobel amit ez a három nagyszerű kutató érdemelt ki, különféle hozzájárulásukkal ehhez a témakörhöz. Az egész 1961-ben kezdődött, amikor Osamu Shimomura elhatározta, hogy kideríti, hogy ez a, a medúza, amit égvara a hívnak, ez egy mélytengeri, viszonylag mélytengeri, zölden lumineszkáló medúza, amely egy helyben áll szerivel és az érdeklődők is plankton, jószágocskák oda mennek, és az lesz a vége, hogy elköpje őket ezekkel a hosszú tentákulumokkal is megeszi. És Oszamu Simomurát semmi más nem érdekelte, hanem csak az, hogy hogy generál ez a jószág ilyen halványan derengő zöldes fényt. Kedves hallgatóim, ez 1961-ben történt, amikor ez a nagyszerű kutató még egy igazi fiatal ember volt, és mint kutatót valami motiválta. Szeretném, hogyha észedet szerénynek venni, hogy a kutató ez egy olyan emberfajta, akit valami érdekel, és azért, hogy ezt az érdeklődését kielégítse, hajlandó oltári sokat dolgozni. Ez az a hely, akkor el kell mondanom önöknek, hogy a kutató az ugyanaz, mint önök, csak egy kicsit flúgos abban a tekintetben, hogy valami érdekli, és ezért a valamiért hajlandó hihetetlenül sokat dolgozni. Nem közszégyen lenni. Amikor ő arra volt kíváncsi, hogy melyik az a molekulaféleség, amely lumineszkál, akkor rájött, hogy az nem más, egy olyan fehérje féles úgy keresztelt el, hogy ekvorin. És arra is ráért, hogy az ekvorin semmi más nem tesz, hanem csak bontja az ATP-t, és az ATP-ből felszabaduló energiát kibocsátja, azt szoktuk mondani, hogy lumineszkál. Kedves hallgatóim, szeretném, hogyha megismerkednének azzal a definícióval mindannyian, ami a lumineszenciának a definíciója, alacsony hőmérsékletű sugárzás, amely kémiai, elektromos, mechanikai, stb. energia hatására jön létre. Hogyha ez a alacsony hőmérsékleten sugárzó test valamilyen élőlény, akkor biolumineszenciáról beszélünk, és a háttérben lévő energiaforrás az szinte mindig az ATP. Aztán ennek a munkálkodásnak lett egy mellékterméke, ami zölden fluoreszkál, egy közönséges fényben is, és ezt elkeresztelte, zölden fluoreszkáló fehérjének, és innen a neve ez a GFP, ami még egyszer egy melléktermék volt. Most egy másik fontos üzenete következik ennek a történetnek. Amikor valaki kutat, és ha majd önök közül valaki kutatni fog, tegye azt nyílt szemmel. Soha senki nem gondolja, hogy mikor bukkan föl valami váratlan dolog, mikor bukkan föl valami olyanféle termék, amelyik érdekes lehet, még talán Nobel-díjat is hoz. És amikor mutatta a többieknek, hogy nézzetek ide, itt van egy ilyen zöld, érdekes festék, akkor mindenki azt mondta, hogy az ekforin az nem túl érdekes. Ez az érdekes. Miért? Mert potenciálisan benne van az a lehetőség, hogy ki lehet vele világítani fehérje molekulákat. Riportelgéneket lehet készíteni fajta válaszokra nyílik lehetőség, amelyekről korábban csak álmodtunk. Ez a fluoreszkáló festék viszel bennünket oda, hogy megtudjuk, hogy mit is jelent az, hogy fluoreszencia? Ez hideg sugárzás, épp úgy, mint a lumineszcencia, ez fény hatására történik. Jelesen arról van szó, hogy elnyeli a fényt, valamilyen gerjesztő fénynek a fotonját, ami fölemel egy elektront egy magasabb gerjesztési szintre, itt több alszint is van, és miközben a legfősőről lecsorg ide a legalsóra, a benne levő energia hő veszesség formájában távozik, és miközben visszaugrik az eredeti helyére, ezt az energiakülönbséget, ami kisebb, mint ennek az energiája volt, egy foton formájában kibocsátja. És ugye tetszenek emlékezni rá, hiszen középiskolában tanítják, hogy a kék energiája nagyobb, mint a zöldé, úgyhogy nem túlságosan meglepő, hogyha azt mondjuk, hogy ha erre a GFP zölden fluoreszkáló fehérre kéken rávilágítunk, akkor zölden kezd el majd fluoreszkálni. És valójában az történik a medúzában, ami még egyszer zölden világít, és nem kéken, hogy az ekvorin bontja az ATP-t, ebből lesz neki egy úgynevezett elektrongerjesztési energiája, de ezt az energiát átpasszolja a GFP-nek egy olyan folyamat során, amit úgy ismerünk, hogy elektrongerjesztési energia átadása, és aztán a GFP bocsájtja majd ki azt a bizonyos zöld fluorescenciát, amitől ezek az aranyos kis medúzák zölden fognak világítani. Ezt a fajta folyamatot mi úgy ismerjük, hogy az elektrongerjesztési energia átadása, a szakirodalmak csak azt tetszenek látni, hogy FRET, ami a Flor Energy Transfernek a rövidítése, a kettő teljesen ugyanazt jelenti. Elmondjuk azt is, hogy ha valaki nem tudta volna, hogy ennek az egésznek az elméleti alapjait itt Szegeden dolgozták ki, arra alkalmasan fölkészült kutatók, amiknek a vezetője, a kísérleti fizikai tanszítnek volt az igazgatója, úgy szokták volt hívni, egy Budó Ágoston, aki 1969-ben sajnos meghalt. Az ő csapatja derítette azt ki, hogy az energia átadásnak a hatékonysága az lényegében két dologtól függ. Egyrészt az, hogy a donor molekulának a fluoreszencia, úgy is szokták mondani, hogy emissziós spektruma, illetve az energiát átvevő molekulának, hogy még egyszer világosan legyünk, ez adja és ez veszi, az energiát átvevőnek az abszorciós spektruma az mennyire fed át, egy, kettő. Attól is függ, hogy ezek a molekulák egymástól milyen távol vannak. A távolság az R-6-on hatványa szerint csökken, ami annyit jelent, hogy ha a molekulák távolsága egy kicsit megnő, akkor az elektrongeresztési energia átadásának a hatékonysága ugrásszerűen lemegy. Ezen a helyen mondjuk el azt is, hogy az elektrongeresztési energia átadásának a Hatós sugarra az körülbelül olyan 10 nanométer, afölött már nem nagyon jól működik. A CFP és a VFP, tehát a CFP és az YFP, az a mai foglalkozásunknak egy későbbi szakaszában elő fog majd bukkanni, föl fogom rá hívni a beses figyelmüket. És akkor most jött el annak az ideje, hogy erről a bizonyos GFP molekuláról mondjunk mindenféle okosakat. 238 aminósabból áll mindösszesen, ami azt jelenti, hogy ez egy kicsi nyúlfartnyi fehérje molekula féleség. A molekuláris tömege az mindösszesen 26,9 kilo dalton, és az mindenki tudja, hogy egy dalton egy hidrogén atomnak a tömege. Az átörője mindösszesen 4 nanométer. Hogy orientáljam a figyelmüket, elmondom, hogy a sejthártyáknak a vastagsága az körülbelül 4 nanométer, egy kicsivel kisebb. Azt is pontosan tudjuk, hogy a molekula olyan, mint egy hordó, ahol a dongák és az abroncsok nem másak, mint ilyen béta lemezek, és ennek a a belsejében meglehetősen izoláltan van három aminósav, egy szerin, egy tirozin és egy glicin, ez az a három aminósav, amelyből a fluoreszencia ered. Kedves hallgatóim, hogyha tovább megyünk, akkor azt is meg tudom mutatni, hogy ez a három aminósav egy írtó speciális szerkezetet vett. Meg... Szerkezet, amely képes arra, hogy elnyelje a sugárzást, és kibocsátja a zöld fluoreszenciát. A dolog pikantériája az, hogyha különböző fehérjéknek az aminósav sorrendjét tanulmányoz önök közül valaki, akkor abszolút világosan látszik, hogy a szerint tirozin, glicin, aminósav sorrend, az meglehetősen gyakran fordul. És azok a fehérje molekulaféleségek mégsem világítanak. Miért? Azért, mert hogy ez a három aminósav a fehérje szerkezetének szerves része nincs úgy izolálva, mint ott a GFP belsejében. A következő feladat természetesen az volt, hogy határozzuk meg a GFP-nek a fluorescencia spektrumát. Ezt pedig a következőképpen szokták elvégezni, végezték el annak idején. Vettek egy nagy nyomású amely fehéren világít, és amelyben minden hullámhoz képviselve van. Ennek a fényét, természetesen úgy, hogy a hősugarakat kiszűrték belőle, belevitték egy küvettába, amelyikben GFP oldat volt, és azt a fluoreszencia fény bevitték egy úgynevezett monokromátorba, amelyiknek ezzel a dobjával bármelyik hullámhoz beállítható, és akkor különböző hullámosszaknál megnézték, hogy a kijövő fénynek az intázítása mekkora, és azt egy valamilyen módon illusztrálták. Amikor megvizsgáljuk a fluorescencia spektrumát a GFP-nek, akkor az derül ki, hogy ennek a maximuma 509 nanométer, a fluoreszenciának a hatásfoka az pedig jószerűen 80 százalék. Kedves hallgatóim, amikor kiderült, hogy 509 nanométer, akkor az öröm az hihetetlenül nagy volt. Megmondja nekem valaki, hogy miért volt nagy az öröm? Ki mondja meg akkor azt, hogy a mi szemünk milyen hullámhosszúságú fényre a legérzékenyebb? Hát erre. Erre. Ami azt jelenti, hogy ha a GFP-t használjuk fehérjék kivilágítására, akkor kitűnően fogjuk látni, hiszen a fluorescencia maximuma az éppen ott van, ahol a mi szemünk a legérzékenyebb. Az öröm egy kicsit lankat, mint ahogy a kutatások során ez gyakorta megesik, amikor is meghatározták azt, hogy azt a bizonyos fluorescenciát, a GFP-t, milyen hullámhosszúságú fényjel lehet a legjobban gerjeszteni. Még egyszer tehát, a kérdés az, hogy ezt az 509 nanométeres hullámhosszúságú fluoreszenciát milyen hullámosszúságú fényjel lehet a legjobban gerjeszteni. És semmi más nem kellett tenni, csupán azt, hogy vesszük a nagy nyomású betereljük a fényét egy olyan monokromátorba, amelyből különféle hullámhosszúságú gerjesztélyfényt fényt lehet kihozni, és aztán nem kell mást tenni, hanem csak egy második monochromától beterelni ennek a fényét, ezt ráállítani 509 nanométerre, és megnézni, hogy ennek a fénynek az intenzitása az mekkora. Ezt a fajta spektrumot úgy hívják, hogy fluorescencia gerjesztési spektrum, vagy úgy is szokták nevezni, hogy a fluorescencia gerjesztés akciós spektruma, ahol az akciós természetesen nem azt jelenti, hogy olcsón kapható. Ha megvizsgáljuk, hogy milyen a GFP fluorescencia gerjesztési spektruma, akkor az derül ki, hogy az ilyen, és ennek a maximuma 395 nanométer körül van. Ez volt az a pillanat, amikor az érdeklődés egy kicsit lelankadt, mégpedig azért, mert hogy 400-tól lefele, az úgy hívjuk, hogy sugárzás. És az a sugárzásról pedig köztudott, hogy roncsolja az élő szervezeteket. Tehát, magyarán szólva, van egy fluoreszkáló molekulánk, amely nagy, hatés, nagy hatásfokkal fluoreszkál, amelynek a fluoreszenciája olyan, hogy a szemünkkel a legkitűnőbben látjuk. Ezt tulajdonképpen arra teremtette a medúza, hogy használjuk, és a sejtbiológiai kutatásainkat kiterjesszük. Ott a bökkenő csak, hogy a gerjesztő hullámhoz, az az útrébolyába esik, ami megöli a sejteket. A megoldás a következő volt. Ebből a medúzából szedjük ki azt a DNS darabkát, aminek a terméke a GFP, magyarán szedjük ki a, D, a GFP gént. Ezt a feladatot Douglas Prasher végezte el 1992-ben. Ő időközben ott hagyta a tudományt, és limuzin sofőr lett, és amikor megkérdezik tőle, hogy nem bánta-e meg, hogy lemaradt egy nobel díjról a válasz az volt, hogy egyáltalán nem. Limuzint vezetni, érdekes embereket tudni ott a háttérben, az szerint sokkal izgalmasabb, mint egy nobel díj Nem vagyok benne biztos, hogy ez igaz. Aztán volt az a nagyszerű fiatal ember, akit Roger Chiennek hívnak, aki meg fogta ezt a DNS-t, amit Douglas izolált, és elkezdte mutagenizálni. Miért? Hogy cseréljen ki a GFP-ben aminósavakat, hát ha annak a révén meg fog változni a GFP-nek a tulajdonsága. És tessenek megnézni, hogy nem nagyon nagy munkával, ő használta nagyon gyakran azt a bizonyos eszét, hogy behányjuk a sejtbe a DNS-t, és megnézzük, hogy mi történik. Ez volt az a bizonyos transziens eszély, egy egész sor olyan fluoreszkáló fehérjét produkált, amelyek mindegyike a GFP-nek a leszármazottja, és hogy meg nézni, ezek az egész spektrumot átfedik. Roger Chien volt az, aki ebből a bizonyos GFP-ből kiindulva, amit tetszenek látni, valahol az útrébolyában lehet legjobban gerjeszteni, és valahol itt világít, 509-nél, készített olyanokat, ami halványkéken világít, ami sárgán világít, ami zölden világít. Egész pontosan ez úgy keresztelte, hogy EGFP, ez az E, az az enhanced, ez az erősebben kifejezett zöld fluorescencia. Az igazi szenzáció az, hogy ennek az EGFP-nek a tartománya, ahol meg lehet gerjeszteni, az itt van valahol 480 környékén. A 480 viszont az a hullámhoz, amire a sejtjeink oda se figyelnek, egyszerűen nem mennek tönkre a sejtek. Magyarán szólva, Roger Csiennek a munkásságaként képződött egy olyan zölden fluoreszkáló fehérje, amit ma az egyszerűség kedvéért mindenki csak GFP-nek hív, ez az EGFP kiment a divatból, amelyiket könnyű gerjeszteni valahol 480 környékén, és ami jó ugyanott világít, mint a GFP, és ezen túl pedig még lett olyan, amelyik kéken fluoreszkál, halványkéken fluoreszkál, aztán sárgán, stb. stb. És természetesen más kutatók is nekiveselkedtek, és valakik ebből a hamis koralból, egy csalánzó féleségből izolálták azt a vörösen fluoreszkáló fehérjét, amelyiket mindenki használ azóta is, beleértve természetesen minket is. Most visszatérünk a riportergénekhez. Ott tartunk, miért hosszasanak megfigyelni, hogy bármely génnek előkaphatjuk a promóterét, hozzákötjük ezt a riporter DNS-t, ami nem más, mint az EGFP-t kódoló DNS szakasz, és ennek a terméke GFP, és ez kitűnően a világít. Ezt a kísérletet először Martin Csófi végezte el, és közölt 1994-ben, aki nem csinált más, csak a közönséges fonalféregnek, a Szénolabitis elegánsnak az idegrendszerében világított ki idegsejteket, meg azt a hosszanti nyúlványt is. Ez volt a, az első olyan a világ amikor élő jószágban lehetett megfigyelni egy kivilágított sejtcsoportot, és tessenek még egyszer ide figyelni, élő jószágban. Ez egy hihetetlen nagy dolog volt, úgyhogy nem véletlen a Nobel-díj. Aztán még ugyanabban az évben egy Tulle Heizerig nevű hölgy azt csinálta, hogy elővette azt a gént, ami a Musziszának az egyik génje, és úgy hívják, hogy exuperancia, a svájci hamupipőke után kapta a nevét, fölbontotta azt a DNS, beletette a GFP-nek a kódoló szekvenciáját, készített olyan fajta exuperancia fehérét, olyan a fehérét, amely exuperancia fehérje volt, plusz még GFP is, és aztán ebből ő transzgéneket készített, és megnézte, hogy ez a transzgén hol, hogyan és mint is világít. Ez itt egy muslica pete kezdemény, és azt lehet látni, hogy az LGF, bocsánat, az exuperencia fehérje a dajkosejtekben képződik, aztán átkerül a petesejt citoplazmájába, ahol mindenféle fantasztikus dolgokat tesz, amiről itt most nem fogunk beszélni. Senki sem fog azon meglepődni, ha azt mondom, hogy Martin Csófi és Tulla Hézerig egy házaspár a Kolumbia Egyetemen dolgoznak New Yorkban mind a mai napig, van nekik egy gyönyörű szép kislányuk, és nem értem, hogy miért ezt a kutyus hozták a képükre, amikor van egy nagyon szép kislányuk is. Ezt a fajta technikát, hogy zölden jelöljünk meg sejteket, azóta is sokan használják sokféle feladatra. Itt az történt, hogy ezeknek a kis egereknek az édesapjának az összes ősivar sejtjét kiirtották, mégpedig röntgensugárzással. Aztán ennek a kis egereknek az apjának a heréjébe injektáltak olyan ősi amelyek zölden voltak megjelölve, és aztán eltelt egy néhány hét, és ennek a apukának születtek zölden világító kisegerei, ők itt a kontrollt jelentik, ami a világon először mutatta azt, hogy ősivarsejteket ki lehet írtani, és aztán ki lehet őket pótolni ilyen ősivar ős sejtetnek a beültetésével. Ez a másik ábra azt mutatja, hogy a, a muslicának az egyik génje, az ingrélt gén, az mindig részében fejeződik ki, sehol máshogy. Ez itten a saját műhelyünkből származó kép az azt mutatja, hogy az SMC egy fehérje, ami nem más jelent, mint a kroboszómák stabilitásáért felelős egyik fehérjeféleség, az a metafázisú kroboszómákra gyűlik össze, akkor, amikor elkezdődik a sejtosztódás. Ahhoz persze, hogy az ember ki tudjon világítani különféle sejtalkotókat, sok minden másra is szükség volt. Az egyik ezek közül az úgynevezett konfokális mikroszkópnak a kifejlesztése volt. A konfokális mikroszkóp pedig a következő képen működik. Veszünk egy lézert forrást, amelyből erős gerjesztő fény jön, ezt itt kéken jelöljük. Ez a gerjesztő fény egy objektív lencsén át egy élő szervezetnek valamelyik pontjára fókuszáltatik, ezzel a lencsével még egyszer. Ugyanebben a pontban képződik fluoreszencia is, amit ugyanez a lencse egy detektorra visz, ez nem más, mint egy fotoelektron sokszorozó. Az egésznek a trükkje az az, hogy ez a lyuk, ami a lézerfényt kiengedi, meg ez a lyuk, ami a fluoreszencia fényt beengedi a detektorra, ez együtt mozog. A konfokális az azt jelenti, hogy együtt mozog a kettőnek a fókusza, magyarán a gerjesztő fénynek a fókusza, meg a gerjesztett fluorescencia fénynek a fókusza, az ugyanoda jut, ugyanonnan indul, és ugyanoda jut vissza. Ennek az a hallatlanul nagy előnye, hogy ez a két lyuk együtt mozog, hogy mindaz a fluoreszencia, ami egy más síkból származik, például innen, az nem jut be a detektorra. Ezzel a fajta módszerrel fluoreszenciát lehet gerjeszteni borzasztó kis térrészben, és az innen összegyűjtött jelet aztán lehet egy detektorral detektálni, értelmezni, stb. stb. Úgy tessenek elgondolni, hogy a konfokális mikroszkóp több mindent tud még ennél. Egyszerre nem csak egy lézer működik benne, hanem kettő, három vagy négy, amelyikkel különböző ben különböző fehérje egyszerre kivilágítani és megfigyelni. A másik nagyon fontos pedig az, hogy tartozik hozzá egy úgynevezett szkennelő egység, amely szkennelő egység egy jól meghatározott területet pásztáz végig. Ennek a területnek a nagyságát Számítógéppel tudom természetesen kiválasztani, és a pásztázó fény az úgy megy, így oda-vissza, és közben a bejövő jeleket rendezi a számítógép. Egy-egy ilyen pásztázás akárhányszor megismételhető, addig, ameddig a kép minőséggel megfelelő lesz, és tulajdonképpen, hogyha megtetszene gondolni, az akkor ebben a síkban készült egy metszet amit úgy ismerünk, hogy optikai metszet. Az optikai metszet tehát nem más, mint egy konfokális mikroszkóppal, úgy is szoktuk mondani, hogy egy lézer mikroszkóppal készített virtuális metszet, amely benne van a számítógépünkben. És aztán a számítógépre be lehet programozni, meg lehet neki mondani, hogy készítsen itt egy optikai metszetet, itt egyet, itt egyet, itt egyet, itt egyet, itt egyet aztán ezeket össze lehet pakolni egy úgynevezett Z-Stack keretében, meg lehet nézni, hogy ez micsoda, meg lehet forgatni, szét lehet szedni, föl lehet benne cserélni a különféle optikai metszeteket, úgyhogy ez egy, ez egy fantasztikusan nagyszerű dolog, amelyikkel még egyszer élősejtben egyszerre többfajta fehérét lehet tanulmányozni, és pedig három dimenzióban, mert ugye mindenki látja, hogy ez egy háromdimenziós fölvét. Ez az a hallatlan eredmény, ami Nobel-díjat érdemelt. Magyarország első konfokális mikroszkópja az Orosi biológia Intézetben működött, az most a Farmakológiai Intézetben teljesít szolgálatot. Magyarország második konfokális mikroszkópját tetszenek látni, ami ott van fönt az Orosi biológia Intézetnek a második emeletén, ez egy Olympus mikroszkóp. Ezt ezelőtt 10 évvel vettük, és 75 millió forintba került, úgyhogy ez nem olcsó mulatság. A lényeg az, hogy az ember be tudja állítani, amit látni akar, itt az objektívben, de aztán utána csak a képernyőn dolgozik, nagy teljesítményű számítógép asszisztálásával. Most a mi műhelyünkből tetszenek látni különféle filmeket. Ez egy olyan muslica embrió, amelyikben a tubulin molekulák volt a GFP-vel kivilágítva. Kéretik észrevenni, hogy ez egy élő embrió, ez optikai metszetek egymásra rakosgatva, és kéretik azt is észrevenni, hogy ennek a, ennek a jószágnak az égvilágon semmi baja nincsen, ez a muslica egy cefrés hordóban felnevelkedettől az égvilágon semmiben sem különbözik. Ugyanezen a muslicán egy másik csatornán a, a kromatinnak az egyik komponensét világítottuk ki, és ezt a komponens pedig úgy hívják, hogy hiszton. Ez vörösen fluoreszkál. Azt gondolom, hogy ha leoltom ezt a villanyt, akkor egy kicsit jobban fog látszani, ugye? Ups. Élő muslica embrióban a sejtosztódások. És természetesen egy mozdulattal meg lehet azt tenni, hogy ezt a két filmet összeberenáljuk, és akkor szeretném, hogy észre vennél, hogy kialakul a magorsó, tetszenek látni a metafázist, aztán gyorsan következik az anafázis, elköverkezik a telofázis, mindez leátszódik körülbelül egy 10 perc alatt, és az alatt a 10 perc alatt ott ülünk, tulajdonképpen nem is ülünk ott, semmit nem csinálunk, a számítógép mindent elvégez helyettünk. Ez a fölvétel a legutolsó, mármint hogy sorrendben a legutolsó munkánk. Jelesen arra voltunk kíváncsiak, hogy ez a lóztár fehérje milyen szerepet játszik a sejtek életében. Azt megértendő, hogy a lóztár fehérje milyen szerepet játszik, azt tettük, hogy kivilágítottuk a kromatint, kivilágítottuk a mikrotubulusokat, és kivilágítottak a lóztár fehérjét, ezt vörösen, ezt zölden, ez pedig azzal a bizonyos halványkékkel, és hogyha ezeket a képeket összerakjuk, akkor teljesen egyértelműen látszik, hogy a lósztár fehérje a metafázisú kromoszómákon gyűlik össze, ami azt jelenti, hogy ennek a fehérje molekula-félességnek ott van valamilyen szerepe. Egy készülőben lévő dolgozatunkban azt mutatjuk meg, hogy ez az a fehérje molekula féleség ami ahhoz kell, hogy a leány együtt maradjanak, és hogyha ezt a fehérje molekula féleséget kivesszük a sejtekből, akkor olyan sejtek képződnek, amelyekből kromoszómák hiányoznak, és ezekből a kroboszómát vesztett sejtekből nagyon gyakran daganatok indulnak ki, nem csak emberben, hanem muslicában is. Egy másik kutatásainknak az eredménye az volt, hogy egy muslica petecsőben a follikuláris sejtek magját kéken világítottuk ki, a petesejt és az ő tápláló dajka sejteknek a sejthártyáját pedig zölden világítottuk ki. És hogyha megnézzünk egy fiatal és egy idős petekezdeményt, akkor az látszik, hogyha most ezekre a folikuláris sejtekre fordítjuk a figyelmünket, hogy azok kicsik, és a sejtmag itt van valahol ezen a végén, és ahogy telik múlik az idő, itt egy-két napról beszélünk összesen, inkább egyről, mint kettőről, az derül ki, hogy a sejtmag fölmegy a másik végébe. A kérdések az, hogy hogy a csodában megy fel a sejtmag innen oda, magyarán szólva, mi az a mechanizmus, ami a sejtmagot a megfelelő helyére viszi. Ennek az egész történetnek az érdekessége az, hogy egy kitűnő fiatal munkatársa, akit úgy hívnak, hogy Szikora Szilárd, egyszer csak odajött hozzám, és azt mondja, hogy itt van ez a folikuláris sejt csoport, amelyikben ki van világítva a kromatin vörösen, és ki van világítva az a bizonyos importin béta zölden, amit ten fehérre van színezve, és hogyha ezt a filmet, ezt a filmet, amit ő készített, a pillanatfelvételek sorozatát földgyorsítjuk körülbelül tízszeresére, akkor azt veszük észre, hogy ezek a sejtmagvak izegnek mozognak. Tessenek el gondolni, hogy ezt a fajta jelenséget szilárd előtt soha senki nem látta a világon, mert ahhoz, hogy észre lehessen venni, ahhoz az kell, hogy legyenek kivilágítva a sejtmagbak nem csak ők, hanem még valami, ami a sejtmaghártyának az alkotó eleme is. És akkor azt mondta Szilárd, hogy ő ezzel akar foglalkozni, ebből akar doktori diszertációt írni, mondtam, hogy Szilárd, ennek semmi akadálya. És akkor az egyik kísérlete az volt, hogy a Petre kezdeményeket kolhicinba tette. Ez az a kolhicin, ami a mikrotubulusoknak a stabilitását széjjel zilálja. És tessenek megnézni, hogy kis kolhicinban ez a fajta izgész mozgás, ez az izegés egyszerűen eltűnt. Aztán utána nem kellett már más tennünk, csak kivilágítani a sejtmaghártyát, a sejtpapúrus komplexeket, meg ki a mikrotubulusokat, és hogyha megtetszenek nézni, itt világosan lehet látni, hogy nőnek a mikrotubulusok, neki mennek a sejtmaghártyának, így beleütköznek, és fordítanak rajta egyet. Úgyhogy a, a vége az lett, hogy a, az eredményeinket egy modellben foglaltuk össze, ami azt jelenti, hogy Nőnek a mikrotubulusok, eltalálják a sejtmaghártyát, a sejtmagpórus komplexeket, böködnek rajta egyet. Azok, amelyek oldalról nőnek be, azok a sejt középpontja, a tengelyében tartják, azok, amelyek alulról nőnek, azok felfelé, ami fölül, azok lefele böködik, de mint hogy alulról több nő, mint fölülről, ezért az ez a sejtmag az szépen elindul fölfele, és egy nap alatt megtesz körülbelül olyan 20 mikrométert. Aztán utána a oldalsó részében ennek a sejtnek aktív mikrofilamentumok nőnek ki, rögzítik a sejtmagot. Szeretném, hogyha még egyszer megtetszenének nézni ezt a filmet, nem csak azért, mert hogy ez szép, hanem ezzel a fajta módszerrel a sejtmag pozícionálásnak egy addig nem látott típusát írtuk le, és tettük közé ebben a nagyszerű újságban, ennek most már sajnos lassan két éve lesz és ezzel mindenféle nagy tapsokat és sikereket alattunk szerte az egész világon. Gáspár Imre hallgató volt, ő most az Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium fényes csillaga Heidelbergben. Szikora Szilárd az SBK munkatársa, ki tudja miért most ő is éppen Heidelbergben él és dolgozik. A felhasználásokra még egy példát fogok mondani. Ez a fajta fehérje, kalmodulinnak hívják, egy olyan fehérje molekula féleség, amely kalcium jelenlétében megváltoztatja a szerkezetét. Most tegyük meg azt, hogy az egyik végére ennek a fehérje molekula féleségnek tegyünk oda egy kéken fluoreszkáló fehérjét, amely a GFP-nek az egyik származéka, Roger Chien produkálta. Ha 440-nel rávilágítunk kékfényel, akkor világos kéken elkezd fluoreszkálni. Ha most ehhez a rendszerhez kalcium kerül, akkor meg az történik, hogy fölvesz négy kalciumion, megváltozik a szerkezete, és a másik végén levő sárgán fluoreszkáló YFP-t oda maga közelébe, úgyhogy semmi akadálya, hogyha kéken rávilágítunk, Megtörténik az elektrongeresztési energia átadása, emlékszünk rá, ezt fretnek nevezzük, és elkezd világítani 5,35-ön, ami sárga, és egészen különbözik a 4,80-astól. Magyarán szóval, semmi más nem kell tennünk az égvilágon, hanem csak ezt a riporter fehérjét valahogy belevarázsolni sejtekbe, és megnézni, hogyha ezekkel a sejtekkel teszünk valamit, a fluoreszenciái hogyan és mint is változik meg, és annak alapján, hogy az ember mit mér és mennyit, ebből a fényből, meg ebből a fényből, pontosan meg lehet mondani a sejtekben a kalcium koncentrációját. Ezt a kamilleon fehérét szerte a világon sokan használják, a mi egyetemünkön is. Miért összehassanak észrevenni, hogyha emberi sejtenyészet sejtekhez histamint adunk, akkor ezeknek a képe ez így változik meg, ami annyit jelent, hogy sok kalcium szabadul fel, emiatt ezek elkezdenek sárgán világítani. Egy további haszna annak, hogy a GFP-nek különféle származékai készültek. Foglalkozásunknak ezen a pontján most azt fogom megkérdezni önöktől, hogy ki gondolja azt, hogy ez a három nagyszerű kutató kiérdemelte a Nobel-díjat, ő tegyék fel a kezüket. Ki gondolja azt, hogy ezért Nobel-díjat adni? Ugyan már. Ki gondolja azt, hogy kit érdekel? Örülök, hogy mindannyian tették, föltették a kezüket, teljes egyetértésben nem csak velem, az persze abszolút nem számít, hogy én mit gondolok, de a Nobel bizottság, hogy mit, az igen. A tudománynak van egy olyan fajta tulajdonsága, hogy újabb gondolatok, újabb megoldások merülnek fel, és születnek. Az egyik ilyen fejlemény ennek a GFP történetnek az az, hogy tavaly ez a három nagyszerű kutató érdemelte ki a kémiai Nobel-díjat. Eric Betzig, William Morner és Stefan Hell. Mégpedig azért, mert a konfokális mikroszkóból annak az elvi alapjaiból kiindulva kifejlesztették az úgynevezett szuper felbontású fluorescence mikroszkópot, és ezzel produkáltak olyan fajta képeket, meg olyan fajta filmeket, amitől az emberek leesett az állat. Ezen azt tetszenek látni, hogy egy konfokális mikroszkóppal, egy jóval készített felvétel, egy sejtmagról, a mikrotubulusokról az ilyen, és egy szuper felbontású fluorescenciós mikroszkóppal pedig az ember ezt látja. A kettő között a különbség az egyszerűen lélezett állító, ez sokkal-sokkal jobb minőségű, mint ez, azért, mert ennek a föloldó képessége sokkal jobb, mint a konfokális mikroszkópé. Kedves hallgatóim, a szuper felbontású fluorescens mikroszkópokról nem fogunk beszélni, csak azt mondom el, hogy egy, ennek sok fajtája van, és nem kis gyönyörűségünkre az első ilyen mikroszkóp már lehet, hogy működik is a Tisza túlsó partján a Szegedi Biológiai Központban. Ezen az utolsó diámon pedig azt fogom önöknek bemutatni, hogy a tettel, mindenki tudja, hogy ez mit jelent, az MRI-vel, meg a, ezzel a másik fajta módszerrel, hangos készülékkel, mekkora feloldást tud az ember elérni, és miért tudsz észrevenni, hogy fluoreszcens mikroszkópiával a, meg, a feloldó képességet, azt egy nagyságrendel, de inkább kettővel lehet lentebb vinni. A konfokális mikroszkóp az lement, az körülbelül egy olyan, olyan 50 nanométerig, a szuperrezolúciós mikroszkópok azok lemennek akár 10 nanométerig is. Ez alatt is van megoldás, az elektromikroszkópia, ami most egy nanométer környékén tart, Emlékeztetem önöket arra, hogy a GFP-nek a mérete az körülbelül 4 nanométer, az valahova ideesne. Bocsánat, az valahova ideesne. A tudomány ilyen. Vannak emberek, akiknek megfogana a fejében valamiféle gondolat, megy és dolgozik, hogy ez a gondolat szárba szökeljen és eredményt hozzon. Hogyha egy ilyen gondolat megfogant és eredményt hozott, az továbbiakat ösztökél arra, hogy ők is álljanak elő újabb gondolatokkal, találjanak újabb megoldást. Egy valami azonban biztos, jelesen az, hogy ezek a tevékenységek sosem öncélúak, hanem mind azért van, hogy tegyék a mi életünket szebbé, jobbá, tartalmasabbá. Ismerjük meg, hogy kik vagyunk, hogyan vagyunk összerakva, hogyan működünk, mik a különféle betegségeknek azok az alapjai, amelyeket ezekkel a technikákkal észre lehet venni, és ha már tudtuk, hogy mi a betegségeknek az alapja, akkor tudunk találni olyan megoldásokat, amelyekkel ezeket a betegségeket meg lehet gyógyítani, vagy még inkább meg lehet előzni. Ennyi volt a mai mondandóm, és természetesen kérdésekre most is szívesen válaszolok. Biztatom önöket, hogy tegyenek fel kérdéseket. Tessenek parancsolni kérdések. Az e-mail címem az intézet honlapján föllelhető, az első diámon bemutattam. Biztatom önöket, hogy írjanak nekem e-maileket, tegyenek fel kérdéseket, és ha tudok, akkor szívesen válaszolok rájuk. Van egy kérdés, csak hangosan, hogy mindenki hallja hangosan, hogy mindenki hallja. A c elődése, -ok volt -e mert az, az olyan férre, ami a Hogy miért volt lehetséges? Azért, mert hogy a c elegánsnak van egy olyan hihetetlenül érdekes tulajdonsága, hogyha DNS-t etetünk vele az felszívódik a emésztőrendszerében, és bejut a sejteibe. Úgyhogy, ha adunk neki olyan DNS-t, aminek a terméke GFP, akkor ezt a DNS megeszi, bejut a sejtjébe, és világít. De hogyha ez a DNS azt mondja, hogy csak az idegrendszerben világítson, akkor csak az idegrendszer tud világítani. További kérdések? Ha nincsenek további kérdések, jó éjszakát kívánok mindenkinek!